Szóval, és úgy is visszanézhető lesz ez a videó, hogy nem várok senkire, hogy elkezdjen nézni. Elég furcsa élményem volt az előbb. Lejöttem Bolzánóba, és hát egy olyan környékre keveredtem, ahol eléggé fekete bőrű a népesség. Bementem egy bárba, ami ott van, ez a Bar Miami. Nem olyan akarom annyira mutogatni, mert így is nagyon néznek itt a srácok. És hát az csak egy dolog, hogy mindenfele ilyen fekete emberkék voltak. Most is ott van. És már 4 helyen akarták, hogy cigit vegyek. És most is szerintem mindenki potenciális vevőnek, vagy kirabolni valónak néz engem. És az volt, hogy bementem a várba, jönnek utána a srácok, faszán, jó, helyes. És vettem egy kólát, jutom a kezembe. Rögtön odajött hozzám a harmadik színes bőrű ember, hogy megkérdezze, hogy vagyok. Második kérdésével, hogy szeretnék-e vásárolni. És hát valószínűleg nagyon rossz arcok közé keveredtem, mert amint megvettem a kólát, a pultos kisasszony rögtön elzavart, hogy megvetted a kóládat, húzz el a picsába. Tulajdonképpen ez volt a lényege a mondani valójának. Úgyhogy biztos, hogy nem vagyok túl jó környéken, hogyha kifizette a kólát, és rögtön kizavarnak a bárból. Kemény mi? Valószínűleg engem akart védeni a néni. Néni, asszony, atya úristen, csak ilyenek vannak, még fehér embert nem nagyon láttam. És ezt most nem rasszizmusban mondom, csak tény, hogy eléggé sötét itt a téma. Ja, szóval így gondoltam, hogyha ebben a parkban most megkúr valami kisebbség, akkor előtte azért elmondom, hogy mi történt. Lehessen következtetni, hova tűntem. Úgyhogy ja, még egy kicsit sétálok, itt kísértem a sorsot. Igazából azt akarom megnézni, hogy egy fél óra sétálgatás alatt hányan kínálnak meg, vagy hányan akarnak kirabolni. Természetesen nincs nálam sok pénz, körülbelül 60 euró van összesen nálam, szóval hogyha le is rabolnak, akkor se lesz nagy veszteség. Hát megnézzük, sétálgatok itt egy kicsit. Na nézzük a kommenteket. Hol a Skorpió? A Skorpió az otthon van a szobámban. Remélem, hogy nem az ágyamban megyünk. Ja igen, azért kérdezi ezt a Csabi, mert felraktam a YouTube-ra egy videót, ahol bemutattam, hogy mikkel többek közt Skorpióval is lehet találkozni itt ezen a környéken. Valamelyik nap hazaértem, és az ágyam fölött egy jó 4-5 centi Skorpió fogadott. Meg lehet nézni a YouTube-on, ha rákerestek, hogy valami, ami tényleg megtámadhat álmodban, vagy valami ilyen címmel raktam föl. Ha valaki kíváncsira nézze meg. Azért mikor hazaérsz, dobj egy Viber-t. Hát Viber-t nem fogok dobni, mert én azt nem használok, de maximum majd itt írok. Na, megtaláltam az első fehér embereket. Ja. Itt ilyenek vannak most. Csiknak a szúnyogok is. Még egy kicsit elnézek arra visszafele. Megnézzük, hogy hányan kínálnak meg valamivel még. Eddig 3-nál tartunk. De az első ember meg is fenyegetett, hogy másoktól ne legyek. Csak tőle vehetek. Megy be! Bolzánóban vagyok egyébként. És eljöttem ide egy kicsit kirándulni, meg vásárolgatni. És most megláttam ezt a jó kis latin negyedet. Megnézzük. Egy kicsit akkor már szétállunk, itt megnézzük, mik vannak, hogyha már megy a videó. Veletek amúgy mi a helyzet? Sziasztok! Ki néz? Még nem tudom, hogy hogyan, de ezt a videót majd YouTube-ra is megpróbálom felpattintani. Hanny Fanger, hello, szia! Üdv! Éppen drogtesztem vagyok, mármint úgy, hogy tesztelem, hogy
fél óra, óra leforgása alatt, így hányan kínálnak meg, hogy vegyek. Eddig háromnál tartok. Igazából a harmadiknál döntöttem úgy, hogy jó, akkor elindítok egy felvételt. Ott már vannak ilyen jamaika és sapkás csávók, arra elsétálunk feléjük. Nézzük, hogy mi van. Non lo so cos'è per... Marijuana? Yeah, no, marijuana, grazie, no, io non fumo. Forse domani? Na hát, ötnél tartunk közben. Most így a zsebembe elraktam a telefont, mert nem akartam, hogy annyira lebugázzanak, nem tudom, hogy hallottátok-e. Úgyhogy ötnél tartunk, meg lelejmoltak egy cigivel. De hát gondolom nem egy célra lesz fordítva ez a cigi is, úgyhogy semmi gáz. Nem hoztam magammal, sokat felkészültem a dologra. Ja, szóval ötnél tartunk. Mit szóltok ehhez? Most elsétálok egy kicsit nyugisabb környékre, mert így azért elég szar volt, mikor öten körül álltak. Azért basztam gyorsan zsebre a telefont, úgyhogy bocs, hogyha combomat kellett nézegetni a nagy sötétségbe. Na, itt erre már nem igazán látok embereket, egy kicsit beljebb megyünk. Van valami sörsátorszerű, gondolom ott már közelebb leszek a civilizációhoz. Bazd meg, és kizavartak egy bárba, ezt nem hiszem el. Jó. Bementem egy bárba. Á, egyszer elmeséltem, de most elmesélem még egyszer. Itt egy fekete környéken mászkáltam. Mondom, biztos jó arcok, ezért szól a latin zene, stb. Nem, bemegyek egy kicsit. Bementem, az egy dolog, hogy rögtön rámugrottak a fekete bőrű testvéreink, hogy megkérdezzék, hogy vagyok. Biztos nagyon érdekli őket, na mindegy. És hát nem igazán akartak kiszolgálni, de amikor végre rávették magukat, mert kitartóan álltam a pult mellett, hogy kiszolgáljanak, megkaptam a kólámat, mert nem mertem nagyon mást kérni, csak egy kólát. És aztán, hát mondjuk úgy, hogy szépen szólva elzavart a pultosnő, hogy megkaptam a kólámat, húzzak a picsába. Ja. Úgyhogy biztos nagyon jó kis hely volt, saját érdekembe ez a varapultosné. De itt ez már egy ilyen kultúrabb körnek tűnik, itt már inges emberek is vannak. Ja, ez már valami turista egy egyszerű, itt nem hiszem, hogy hasonló atrocitások érni fognak. De ez volt. De nagyon kedvesek itt az emberek, mert mindenkit az érdekel, hogy jól vagyok-e. Jó vagyok, igen. Ja. Szóval ez Bolzano fekete negyede volt, most pedig a turista részlegen grasszálok. Közben jegyeznem kéne, hogy merre jöttem, hogy visszataláljak az autóhoz. Ja. Hát itt már, ha jól emlékszem, hogy 6-7 éve jártam egyszer. Azt a micsoda hajam van a lánynak, azt a kurva. Úgy néz ki, mint a Mickey egér. Mert azt a haj és ilyen Mickey egéres cumóban van összefogva. Azt a szép vagy te is.
Nagyon jók a lányok. Na, hát igazából most így ezt akartam megmutatni. Fél órát akartam tesztelni, de 10 perc alatt 5-en találtak meg, hogy vegyek füvet, vagy akármi más, mert minden van! Na jó. Hát igen, sokkal másabb ez a város, mint Merano, ott ilyen egyszer se találkoztam még. Na jó van, ennyi volt a célja ennek a videónak. Sziasztok, Hájk voltam. Hogy kell ezt leállítani? Befejezés. Ja.